Ez itt az Átlátszó podcast adása. Jó hírünk van minden csekély súlyú bűnelkövetőnek. Bőven elképzelhető, hogy a büntetés meg fogja úszni, mert ahogy az Átlátszó ezt megírta, igen részletesen megteltek a magyar börtönök, tehát abban az esetben, hogyha el is ítélik őket, vagy megpróbálják előzetes letartóztatásba helyezni, akkor nem lesz hova. Erről fogunk beszélgetni a cikket jegyző Katus Eszter kollégánkkal, illetve itt van Krámer Lili, a Magyar Helsinki Bizottság projektkoordinátora, illetve Ille és Luca, a fogvatartottakat és családjukat képviselő csoport részéről. Én Hont András vagyok, én fogom vezetni, szokás szerint a podcastet, a technikai munkatárs pedig szokás szerint Szabó Krisztián. No, akkor ezen felvezető után, Eszter, kérlek szépen próbáld összefoglalni pár mondatba, hogy mi is a helyzet most jelen pillanatban a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetekben, amit ugye természetesen, ahogy a köznyelben szokás, börtönnek neveztem én is, de ezért ez többfajta intézményt akar. Hogy pontosan mely intézményeket és mi fogvatartottakról beszélünk, arról majd még esik szó a későbbiekben. Hát ez az egész úgy indult, hogy eljutott hozzánk egy információ egy fogvatartottól, hogy egyik pillanatra a másikra áthelyezték egy sokkal távolabb börtönbe, de úgy, hogy már évek óta bent ült egyébként, tehát így nem volt indok arra, hogy most miért kell áthelyezni, ő nem kért áthelyezést, probléma nem volt vele, és mégis az történt, hogy jöttek és elvitték. És hát nem nagyon értette, hogy mi van, próbálta kideríteni, és annyi jött hozzá vissza, hogy hát elvileg a túlzsúfoltság csökkentése miatt vitték őket, vagy hát vitték őt el, és akkor ennek kapcsán kikértük az adatokat a BVOP-tól, hogy akkor mit lehet tudni ezekről az átszállításokról, mennyi történik, a januári adatokat kértük ki, hogy januárban mennyi történt, mennyit vittek át, honnan, hova, a túlzsúfoltság miatt, akkor először erre nem válaszoltak, mert mondták, hogy ilyen adatot ők nem tartanak nyilván, akkor kihagytuk a túlzsúfoltság szót, és akkor így viszont már válaszoltak, és hát elmondták, hogy rengeteg főt szállítottak át egyik börtönből a másikba, azt már nem árulták el, hogy honnan, hova, de később a Helsinki Bizottságnak az adataiból azért lehetett következtetni, hogy ahol mondjuk 90% környékén van a fogvatartotti létszám, oda vitték jobbára ugye a rabokat, és hát onnan, ahol meg már 127, vagy nem tudom én hány százalékos a telítettség. Úgyhogy hát ebből is látszott, hogy nagyon nagy a túlzsúfoltság ismét, holott ugye pár éve zajlott le a nagy túlzsúfoltságmentesítő programja az államnak, miután ugye kötelezte ők erre az EU, és hát akkor épültek börtönök helyett végül konténer börtönök, amilyen 2750 fő új helyet csináltak, ahelyett, hogy mondjuk 4500-6-ot csináltak volna, mert nagyjából annyira lett volna szükség, és hát így hamar be is teltek a helyek. Most erre ugye azt mondta a kormányzat, meg a BVOP, hogy amiatt van, hogy túl sok az embercsempész, és hogy 4 átlagos börtönt megtöltenek már az elfogott embercsempészek a száma. Valamit hozzátehetek, hogy pontosítatok, hogy nem az EU kötelezte egyébként a magyar államot arra, hogy börtönöket építsen, és ez így a így ebben a formában nem is így történt, hogy börtönöket kell építeni, ezt senki nem mondta. A körülményeket kellett javítani. Igen, a Strasbourg-i Székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága, ami az Európa Tanács szerve, döntött így egy iránymutató döntésében, pilot judgmentnek mondják ezt angolul, ami a strukturális problémákat hivatott feltárni, vagy legalábbis akkor hoznak ilyet ezen a bíróságon, hogyha azt találják, hogy rengeteg ugyanolyan ügy érkezik be a bíróságra, és hogy egy állam rendszer szinten valamit nem csinál, ami alapvető jogokat sért. És ugye hát erre reagált azt a mi kormányunk, hogy akkor elkezdett férőhelyeket bővíteni, de hogy ha jól értelmezem, akkor más nagyon nem csinált ezen túl. Akkor itt a hallgatók számára azért roppant röviden tegyünk valamit tisztában, az Emberi Jogok Európai Bíróság, ez a Strasbourg-i Székhelyű Intézet az Emberi Jogok Európai Egyezményének a betartatására jött létre, azon államok, amelyek ebben részesek, azok garantálják azt, hogy a minimális emberi jogokat betartják, és amennyiben ezek sérülnek, abban az esetben Strasbourg elítéli az adott államot. Ami a
médiában rendre elő szokott kerülni, és egyébként roppant megosztó hír szokott lenni, hogy fogvatartottak szoktak jelentős számmal Strasbourghoz fordulni, részben a fogvatartás körülményeinek, részben pedig a fogvatartás jogszerűségének vitatásával, tehát fogvatartás körülmények kifogásolásával és a fogvatartás jogszerűségének vitatásával is. Többnyire, mint hogy az államok, azok általában rendpártiak, és a kétes ügyekben is szeretik zár mögött tudni az embereket. Ez ugye meg szokta sérteni az egyén jogait. Általában az államok ellen szoktak ítélni, vagy legalábbis ami a hírekben ez terjedni szokott. Na, ennyit akkor a hátteréről. Mit jelent ez egy átlagos fogvatartott élethelyzetére lebontva? Tehát ő azt hogy éli meg, hogy kell azt elképzelni, hogy valakit átszállítanak? Nekem van erről képem, nem azért, mert sűrűn voltam fogvatartva életemben, de azért tudom, milyen, de hogy ez hogy néz ki, amikor egyszer csak valakivel közlik, hogy őt áthelyezik. Egyszer csak valakivel közlik, hogy áthelyezik. Én azt gondolom, hogy azért ez minden helyzetben másképp tud kinézni. Az én hozzátartozom helyzetében rögtön az első napon, tehát a bevonulást követő néhány órában közölték vele, illetve felajánlottak neki egy ilyen lehetőséget, hogy átszállítják egy olyan börtönbe, ahol kisebb a túlzsúfoltság, ahol nagy, igen, tehát ahol egy olyan zárkában tud lenni, ahol jobban elférnek, illetve ahol inkább első bűntényesek vannak, tehát enyhébbek a körülmények. És neki akkor ott ezt el kellett döntenie, minden előzetes információ, illetve bármilyen információ tudása nélkül, és ő akkor úgy döntött, hogy belemegy ebbe az átszállításba, hiszen jobban hangzik, és azt hiszem, hogy a negyedik napon történt meg ez a szállítás, borzasztó hosszú ideig tartott. Tehát amire ő panaszkodik, az az, hogy indokolatlanul hosszú idő volt. Hajnali 4-kor indultak el, és éjfélre érkeztek meg az új helyre. És mindeközben egy gyűjtőponton, egy budapesti gyűjtőbörtönben kellett várakoznia neki, illetve még rengeteg embernek, akiket az ország különböző pontjairól szállítottak oda. Mert mindig hétfőn történik az átszállítás, mindenki, tehát minden börtönben hétfőn van az átszállítás, és olyankor egy gyűjtőhelyre viszik az összes fogvatartottat, és utána onnan szállítják őket tovább, amikor éppen úgy adódik. Hány fogvatartott van ma Magyarországon? Hány embert érint az egész probléma közvetlenül? Legközvetlenebbül 19.347-en voltak december 31-én. Ez a legfrissebb adat, amit tudunk. Azóta beadtunk már újabb adatigénést, de az később fog megérkezni. Egyébként az átlátszónak, aki mit tud felületét használjuk, erre nagyon szeretjük, nagyon hasznos felület. De rajtuk kívül azért közvetlennek mondanám azt az érintettséget, amivel Luca is itt van, hiszen azért egy családtag, aki nem kapott egy büntetőítéletet, az is megszenvedi azokat a körülményeket, amikről beszéltünk. És az előző felvezetődben, amit említettél, még reagálnék rá, hogy ami a médiában megjelenik a börtönkártalanítás kapcsán, ugye ezek a kérelmek, panaszok, ezek kifejezetten a börtön körülményekkel foglalkoznak, és nem a jogszerűségével, a fogvatartás jogszerűségével. Ennek a minimum standardjait kialakította, tehát a demokratikus minimumát annak, hogy milyen feltételek között kell fogvatartani a fogvatartottakat. Ezek objektív kérdések, és ezek objektív módon eldönthetőek. Úgyhogy az a média hozzáállás, hogy igazából meggazdagszanak, vagy most nem szeretném ezt így elismételni, de hogy a felháborodás ezzel kapcsolatosan, az azért furcsa, mert maga a kormány ugyanebben az eljárásban döntött arról, hogy hogyan fogja kezelni ezeket a panaszokat. Mert az eljárás része volt, hogy emiatti panaszokat nem lehet rendesen Magyarországon elintézni, és mindenki megy Strasbourgba. És ezt a kormány alakította ki magát a panaszkodás mechanizmusát, és aztán a kormány hozta be a médiába azt, hogy ez milyen igazságtalan.
Na várjál, akkor én is vitatkozom veled, okay. Mert persze két különböző dologról beszélünk, amiről most beszélünk, az a fogvatartottak, fogvatartásának körülménye, ilyen gyönyörű tautológiával fejezzem ki magamat. Viszont meglehetősen általános az, amikor mondjuk az előzetes letartóztatásba helyezésnek a feltételei nem állnának igazán alkotmányosan meg, a bíróság pedig mégis előzetes letartóztatásba helyezi, mert így kényelmes, ezeket is sorban nyerik meg Strasbourgban a fogvatartottak. És ezek is természetesen a médiában karriert futnak meg, de akkor vágjunk bele ezen a ponton, és ezt kérdezem mind a kettőtöktől, ez ugyan nem érinti szorosan a cikkünket, de szerintem ez a lényeg. Ugye amikor börtönviszonyokról beszélünk, és arról beszélünk, hogy mennyire rossz a fogvatartottaknak, abban az esetben keletkezik egy olyan látszat, amely azon fogvatartottakat, akik a börtönfalakon kívül vannak, tehát a magyar társadalom többi részét, eléggé ingerelni szoktak, hogy van nekünk elég bajunk, infláció van, háború, megélhetési gondok, pont a bűnözőknek a különböző jogaival fogunk foglalkozni. Beszéljünk arról pár szót, hogy miért fontos a társadalom egésze szempontjából az, hogy a büntetés végrehajtás az emberi méltóságot, az emberi jogokat tiszteletben tartó módon történjen. Tehát, hogy igaz-e az a gyomorból született ilyen vélekedés, hogy már pedig nekem ne a bűnözők jogaival jöjjenek, amikor tisztességes embereknek is mennyi baja van, avagy ez egy olyan jól hangzó ítélet, amely egyébként hatásaiban rossz az egész társadalomnak. Melyikünk? Mondd el ezt, és aztán majd... Szerintem mind a kettőtöknek van erről mondani hogy... valami. Igen, ez nagyon fontos, és nagyon sokat foglalkozunk ezzel, mert amikor kommunikálunk erről a témáról, akkor kapunk visszajelzéseket kommentek formájában, stb. Én azt tudom erre mondani, hogy a fogvatartási körülményekre való közbeszéd társadalmi reakció az lenyomata annak, hogy milyen szolidaritási állapotban van a magyar társadalom. Tehát, hogy amit elmondtál, és igen, ezt sokszor halljuk, hogy miért foglalkozzak én ezzel. Hát azért egyébként praktikus oka is van az, hogy a legtöbben egyszer ki fognak szabadulni, a legeslegtöbben. És hogyha embertelen körülmények között tartják őket, akkor hogy várhatjuk azt el, hogy ne kövessenek el újabb bűncselekményt? Tehát, és egyébként ez a törvényben is benne van, hogy mármint a büntetés végrehajtásról szóló törvénynek az elejében benne van, hogy mire való a büntetés, mi a célja. Az a célja, hogy reintegrálja az elkövetőt, az összeset, akit lehet. És ez egy szakma, és ennek megvannak a maga szabályai és kutatási eredményeken alapuló, evidencia alapú megoldásai. És amit még hozzá kell tenni, hogy ki az, akit még közvetlenül érint a fogvatartás, az, aki oda bent dolgozik. Az embertelen fogvatartási körülmények azokra is hátrányosan hatnak, akik ott dolgoznak, és ez egy spirált idézhet elő, hogyha nagyon embertelenek a körülmények, nem fognak ott dolgozni, nagy lesz a fluktuáció, nem fogják tudni betölteni azt a nevelő, támogató szerepet, amit egyébként nagyon rég, 100 évek óta kialakítottunk, és működik. Úgyhogy ez egy nagy gond. Én azt gondolom, hogy, illetve a személyes tapasztalatom alapján igazából én sem nagyon foglalkoztam azzal, hogy mi zajlik a börtönfalaim belül, illetve ott milyenek is pontosan a fogvatartási körülmények, egészen addig, ameddig tűz közelbe nem kerültünk, és érintettek nem lettünk. De hát nyilván az más, hogy szociálisan az ember érzékeny ez iránt, a téma iránt is. Ugyanakkor szerintem az is nagyon fontos, hogy ne ítélkezzünk azok senki fölött, de szerintem manapság tényleg az van, hogy az emberek annyira el vannak foglalva a saját gondjaikkal, hogy nem jut már idejük és figyelmük arra, hogy azzal foglalkozzanak, hogy egy ennyire marginális csoporttal hogyan bánnak, akik ráadásul azért ülnek ott, mert megérdemlik.
ugye így gondoljuk, de azt hiszem, hogy ami nagyon fontos... Amit nem láttak a hallgatók, hogy közben egy ilyen idézőjelet mutattál a kezeddel, igen, ez a podcastban nem egy nem látható jel. Igen. Igen. Köszönöm. Ami szerintem nagyon fontos így kijelenteni, hogy akik ott ülnek, és akik a fogvatartottak, ők azért vannak ott, tehát mi a büntetés? A büntetésük nekik a szabadságvesztés. És itt egy nagyon fontos különbséget kell tenni. Tehát az, hogyha valaki szabadságvesztésre ítélnek, akkor az nem egyenlő azzal, hogy a méltóságát is el kell, hogy vegyék. És ez viszont egy annyira fontos alaptétel, amit szerintem mindenkinek meg kellene értenie, függetlenül attól, hogy mennyire van közel, vagy mennyire van távol ettől az egész témától. Igen. Én ezt értem, de ez a magában, hogy ezt kijelented, elzsolozsmázzuk ettől, ez még nem fog átmenni, ugye a köztről megvan nem kellett volna bűnt elkövetni erre, ugye ez a válasz. Jó, igen. Tehát szerintem mondjuk ott lehetne kezdeni az egész témának a felgöngyölítését, vagy talán azt, hogy így közelebb, szerintem az lenne nagyon fontos, hogy közelebb hozzuk a gondolkodást a börtönről, a fogvatartásról, erről az egész témáról az emberekhez, és ezt pedig úgy lehet elkezdeni, hogy mondjuk ezeket a tabukat elkezdjük döntögetni, azáltal, hogy cikkek születnek róla, azáltal, hogy beszélgetések készülnek erről a témáról, hogy minél nagyobb legyen az elérése magának a témának, mert akkor, hogyha elkezdődik erről egy párbeszéd, egy szinten, aztán egyre több ember között, a társadalom egyre nagyobb rétegeit érintve, akkor talán egy kicsit elmosódik ez az ítélkezés, vagy talán egy picit enyhül. Arra gondolsz, hogy a bűnöző és a tisztességes polgár közötti határok nem is annyira egyértelműek, mert mondjuk közlekedési bűncselekményt, tehát egy olyan tényállást meg tudunk valósítani mi is, hogy alapvetően az ember nem bűnözőnek készül, aztán mégis kiderül az, hogy hirtelen ennyi magát a rácsok mögött találja magát. Igen, ez is nagyon fontos, és ez nincsen a börtönökben megkülönböztetve, hogy valaki milyen bűncselekmény miatt van ott, és nincsenek differenciával fogva tartottak az alapján, hogy milyen súlyú bűncselekményt követtek el. És azt gondolom, hogy ez például nagyon fontos lenne kommunikálni és aláhúzni többször, hogy bizony, ha valaki szabálysértést vagy törvénysértést követ el, akkor is börtönbe kerülhet, nem csak akkor, hogyha emberölést követ el. Eszter? Lenne egy megjegyzésem, hogy amikor írtam a cikket ugye a helsinkisekkel együtt, akkor nagyon sok adatuk volt, amit így fel tudtam használni, és abból például kiderült, hogy az emberek többsége az például lopás miatt ül bent. Tehát, hogy mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy aki börtönbe kerül, az mindenki erőszaktevő, vagy nem tudom, verekedett, vagy megölt valakit, de holott mondjuk emberülésért talán 1300 fő ül körülbelül börtönbe, és több ezeren, több mint 5000-en ülnek azért, mert loptak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a büntetésnek, meg ez egy elv is alapelv, hogy arányosnak kéne lenni azzal, amit elkövetett bűnt az ember. Tehát például tudok olyanról, aki tüntetésen lelépett a járdáról, kapott x 1000 forint büntetés, nem tudta kifizetni, le kellett neki ülni. Tehát, hogy, és ugyanoda került, ahova mondjuk azok, akik mondjuk erőszakos bűncselekményt követtek el. Tehát, hogy a kettőt egyrészt ne rakjuk egy szintre, és ne feltétlenül rakjuk be ezeket az embereket egymás közé. A másik, ezeket, de majd erről gondolom lesz több szó, hogy van egy rakás olyan bűncselekmény, amit szerintem simán le lehetne tudni, vagy közérdekű munkával, vagy bármilyen más módon, és nem feltétlen az a jó megoldás, hogy leültetjük a börtönbe. De ha már valakit beültetünk a börtönbe, ugye az az eset, amiről beszéltem az elején, hogy áthelyezték egyik helyről a másikba, ahol áthelyezték, ott rosszabb körülmények voltak egyébként, mint ahonnan áthelyezték, penészes volt a fal, az illető cukorbeteg, nem kapta meg a gyógyszereit sokáig, mert nem tudták, hogy mi hogyan, mert ugye új helyre került, akkor amikor ki akar menni, mondták, hogy hát ne akarjunk kimenni, mert az a börtönőröknek az egy plusz macera, hogy le kell őket kísérni, sokkal többen voltak a cellában, mint ahányan lehetett volna, nem lehetett szellőztetni, tehát hogy olyan körülmények voltak, ami attól független, hogy valaki börtönben van vagy sem, szerintem ez nem fair, ahogy ti is mondtátok az Igen, ezt nagyon jó, hogy említetted, hogy a lopás az magasan a leggyakoribb bűncselekmény, ami miatt valaki a jogerős ítéletét tölti, majdnem a fele a teljes számnak. Ez azt jelzi, hogy valamilyen ilyen egyenlőtlenségi, szegénységi probléma van ebben a társadalomban, hogyha a vagyon elleni bűncselekmények dominálnak. És igen, azt is nagyon fontos kimondani, ami a közbeszédnek nem része, hogy egyébként nem minden bűncselekménynek vagy szabálysértésnek van áldozata.
Igen. Azzal kapcsolatban vannak-e kimutatásaitok, hogy ez az arány hogyan alakul más országokhoz képest? Nem kell pontos számra egy hozzávetőlegesen, tehát hogy mi a jellemző más országokban, milyen bűncselekménytípusok miatt ülnek? Most ezt így nem, nem tudom. Jó, akkor rendben, ez roppant érdekes, akkor olyan, hogy majd utána fogok nézni. Jó. Helyen vitted tovább, Eszter, mert igen, erre akartam tovább folytatni a beszélgetést, ami következik abban, amit Luca mondott, hogy hogyan áll hozzá a társadalom a bűn elkövetéshez magához, és hogy ez mennyiben idézheti elő a büntetés végrehajtási intézmények zsúfoltságát. Tehát ugyebár már pedig lakoljon a vétkes, ültessük le, ez például vezethet-e, hogy előáll egy zsúfoltság a büntetés végrehajtási intézményekben, ami rossz helyzetet szül, ami agressziót szül, és ami újbóli bűnelkövetést szül, hogyha jól foglalom össze, amit itt próbáltatok mondani. Ez az a spirál, amire utaltam, hogy kezdve azzal, hogy egy olyan 10 évvel ezelőtt úgy módosították a szabálysértési törvényt, hogy gyakoribbá vált, jellemzőbbé vált az, hogy valaki szabálysértési elzárásba kerül, amit egy börtönben töltenek le. Ami szabálysértés, ez egy másik törvény is, tehát nem is mondjuk rá azt, hogy bűnt követett el, vagy bűncselekményt, hanem szabálysértést. Ezek jellemzően élethelyzetből adódó dolgok, cselekmények. Most nemrég volt egy anyag, amiben az egyik kollégám nagyon jól beszélt arról, hogy hogyan működik az adósok börtöneként ez a dolog, nagyon szegény, nagyon leszakadó települések esetében, ahol a fél település egy ponton azért ült, mert a gyerek 30 igazolatlan óra, több mint elérte a 30 igazolatlan órát az iskolában, emiatt megbírságolták, a bírságot pedig nem tudta befizetni, és akkor azt leüli 5000-esével. Egyébként egy ember tartása az most 15 000 forint fölött alakult, tehát annyit költ az állam egy nap arra, hogy valaki börtönben legyen, és akkor a végén vonjuk le valahogy a konzekvenciát, tehát számoljuk ezt össze, és próbáljunk meg racionálisan gondolkozni, hogy ez most tényleg kevésbé szegény lett ez az ember ettől, vagy a gyereke fog ezután iskolába járni, hogyha ő nincsen otthon, és otthon marad a legnagyobb gyerek a kicsikre vigyázni, tehát hogy mit csinálunk, tehát hogy azért azt és azt, abba belegondolni, hogy ezekről emberek döntenek, tehát az állam az mi vagyunk valahol. Most nem menjünk bele ebbe az ilyen állam filozófiai kérdéseibe, de hogy ezek emberi döntések következményei, és hogy ezeket a döntéseket meg lehet változtatni, és át lehet gondolni, és egyébként lehet emberségesen. A másik pedig az, hogy... Vagy csak nem is kell, hogy emberségesen, mert ugyebár akkor megint azt fogják mondani, hogy jön a nyafogás és a bűnözők miatti krokodilkönnyeknek a sírása racionálisan. Tehát az, hogy a 15 000 forintot az 5 000 forinttal vettem össze, az egy racionális döntés. Jó a társadalomnak, hogy több pénzt fizet azért, amiért egyébként ő nem kapott eredetileg pénzt, tehát hogy akkor most még jobban kitol ezzel magával. Ez. Hát anyagilag az állam rosszabbul járt így, kétszer. Így, és a gyerek bejutott az iskolába, tehát az egész probléma kezdete az nincs, nem a gyökeréhez megyünk vissza, és ezen belül pedig nagyon örülök, hogy itt van Luca, mert egyébként a fogvatartottak, vagy volt fogvatartottak hozzátartozói egy teljesen láthatatlan csoport, és azt gondolom, hogyha bárhogyan lehet arra sarkalni a közvéleményt, hogy empatizáljon, és ez lehet, hogy egy túl nagy cél, de nem baj, nekünk cél, az, hogy meghallgathassa azt, hogy akik megélik ezeket a helyzeteket, ők hogy élték ezt meg. Lucához mindjárt akkor ezzel kapcsolatban kérdésem lesz, de lehet, hogy megint nem fogsz tudni rá válaszolni, de mégis próbáljuk meg ezt valahogy elhelyezni, mert azt tudjuk, hogy mintegy 20 000 ember ül ma Magyarországon, hogy összesen a magyar társadalom mekkora hányada lehet az, aki fogvatartott volt már valaha, tehát hogy... Volt. Ezt nem fogom tudni. Mi azt szoktuk mondani egyébként, hogy olyan 100 000 embert érint a fogvatartás kérdése, hogyha belevesszük, tehát egy adott időpillanatban, igen, ha belevesszük az összes családtagot, aki kint van a gyerekekkel együtt, ezt szoktuk mondani, hogy egy időpillanatban, az egyébként nem olyan kevés ember. Nem, de hogy ugye, mert van egy csomó olyan ember, aki szabadult,
És van egy csomó olyan ember, aki még majd csak ezután fog börtönbe kerülni, tehát rólunk is beszélünk. Luca, még volt a tapasztalat, hogy akikkel kapcsolatba került a hozzátartozód, ők milyen élethelyzetből kerültek ki, tehát hogy nehéz, fajsúlyos, professzionális bűnözőtől a hirtelen a cellába beesett gyerek nem volt iskolában ember, igazán milyen? Hát nagyon változó volt, és nagyon széles ez a spektrum. Az akkor elején... erről a széles spektrumról beszélgessünk egy kicsit. Az elején, amikor bekerült, akkor azt a néhány napot, ahol ő letöltötte, ott 12-en voltak együtt, és ott mindenféle ember volt, tehát mindenféle bűncselekményért ültek, emberölésért is, lopásért is, prostitúcióért is, tehát nagyon-nagyon széles volt tényleg ez a skála. Viszont utána őt átszállították egy olyan helyre, ahol tényleg inkább első bűntényesekkel volt együtt, ott meg főleg gazdasági bűncselekményért ültek. És szerintem még azt fontos hozzátenni, hogy amikor az átszállítások során, illetve a szabadulás előtti néhány napban neki egy budapesti gyűjtőben kellett várakoznia, és ott megint mindenféle bűncselekményért ültek emberek, illetve olyanok is voltak, azt hiszem, akik még csak előzetesben voltak. Tehát még akikről nem született ítélet. Hát a gyűjtőben olyanok is vannak, igen. Ezek egyébként azért fontosak, mert az nagyon régen alakult ki, hogy bizonyos fogvatartottakat egymástól el kell különíteni. Ezek alapelvek is. Tehát például az a legfontosabb alapelv például, hogy a fiatalkorúakat a felnőttkorúaktól el kell különíteni. De egyébként a nőket a férfiaktól is elszokták, de és amit itt Luca feszeget, hogy igazából nincs egy rendes ilyen részleg, vagy rezsimrendszer, rezsimnek hívják a magyar rendszerben, az azért gond, mert egyébként a lehetőség megvan rá, tehát a törvényben benne van, illetve a büntetés végrehajtásban kidolgozták azt, hogy milyen speciális rezsimek vannak. Tehát van például az első büntényes körlet, van idősek körlete, és egy csomó másmilyen is van. A túlzsúfoltság azért is gond, mert ezt a sokféle körletet nem fogják tudni úgy működtetni, tehát egyszerűen nem lesz hely, nem lesz rugalmas a rendszer erre, nem lesz rá szakember. De amúgy visszatérve arra, hogy milyen bűncselekmények, az nem teljesen igaz, hogy nem tudom elmondani, hogy mi van nemzetközileg, csak számokat, arányokat nem fog tudni más országban mondani, de azt muszáj elmondani, hogy a bűncselekmények a nyugati világban olyan 20 éve csökkennek az összes fajta, a vagyon elleni is, és az erőszakos is. Ehhez képest, tehát ezzel is össze kell vetni azt, hogy Magyarországon pedig még soha nem voltak ennyien fogva tartva, vagy hát 1990 óta soha. Miközben egyébként az erőszakos bűncselekmények száma Magyarországon is csökken? Igen, folyamatosan csökken. Tehát úgy nő a fogvatartottak száma, hogy mindeközben csökken a bűnelkövetőknek a száma, meg a bűnelkövetések száma. És régebb óta csökken. Arányaiban is csökken. Igen. Régebb óta csökken, mint hogy nőne a magyar börtönpopuláció. Tehát megelőzte a csökkenést, tehát nem lehet azt mondani, hogy a börtön szigor az, ami a csökkenteni. Jó, akkor viszont elértünk egy olyan ponthoz, ami régi vita, hogy a szigor, nem szigor kérdése, hogy például a zsúfoltság az nem csak börtön épületekkel és konténerekkel csökkenthető, hanem az, hogy nem csukunk le minden elítéltet, és nem zárunk fogdába minden őrizetbe vettet, meg előzetes letartóztatásba helyezettet. Hogy annak mennyiben akarja átvenni, mi az akadálya annak, hogy a magyar jog, a magyar büntetés végrehajtás átvegyen olyan módszereket, amelyek nem az állami fegyintézményekben való ember megőrzést preferálják elsősorban. Igen, amit körülírtál, ezt alternatív szankcióknak hívjuk, alternatív büntetésformáknak. Egyébként ezek léteznek a Magyar Büntető Törvénykönyvben, és egészen széles a spektrumunk úgy első ránézésre. Persze azt sokan, akik ezzel a témával foglalkoznak, azt találják, hogy ezek inkább egymás alternatívájaként szolgálnak sokszor, mint hogy a szabadságvesztés alternatívái lennének, mert viszonylag szűk az alkalmazási köre ezeknek.
És ez egy újabb fajta szemlélet, már nem annyira új, de újabb fajta szemlélet, ami magát a büntetőeljárást egy párbeszédnek tekinti, a bűncselekményt azt egy károkozásnak tekinti, ami egy közösségben történt, és azt szeretné, hogy helyreállítsa az elkövetője. Ehhez leginkább a közérdekű munka, büntetés és a jóvátételi munka kapcsolódik, és ennek is van egyébként egy magyar intézményrendszere, a pártfogó felügyelet. Na most itt muszáj elmondanom azt, hogy rengeteg átszervezés történt az elmúlt 10x évben, és mi azt javasoljuk, az elmúlt 2 évben elég sok kutatást folytattunk ezzel kapcsolatban, hogy ezek hogy működnek, mert mint az alternatív szankciók úgy általában, egyébként a pénzbüntetés is az. Na, a pénzbüntetés az nő, vessük össze azzal, hogy a lopás a leggyakoribb, ami miatt emberek ülnek, jó. De a többi, amik az ilyen helyreállítást célozzák, azok meg csökkennek. És akkor annak úgy a mélyére néztünk, hogy miért. Hát röviden azért, mert nem fogják letölteni az emberek, aminek az az oka, hogy ez egy nagyon forráshiányos terület, nagyon rossz az intézményrendszere. Van olyan, hogy közérdekű munkára ítélnek valakit egy messzi, szegény helyen, faluban, és utaznia kéne, és egyszerűen nincs pénze oda utazni, ahol ezt a munkát le kéne töltenie. És lehet, hogy a cselekmény eleve a pénztelenségből fakadt. Ez egy gond, és a pártfogó felügyelettel kapcsolatban pedig azt találtuk, hogy az intézményi önállóságát teljesen megszüntették, a kormányhivatalok alatt működnek, és közben szervezetileg pedig a területi közigazgatásért felelős államtitkársághoz tartoznak, ami a miniszterelnökségen van, és olyan magára hagyott se lenyelni, se kiköpni nem legalább tudja lesznek őket a miniszterelnökségen olyan emberek, akiknek nem kell messze menni. De hogy ezzel csak azt akarom elmondani, hogy az is egy szakma, nagyon fontos szakma, ezt az intézményrendszert a pártfogó felügyelet erősítésével lehet jól működtetni, és az ő szakmai önállóságukat és az emberi szakmai megbecsültségüket vissza kell nekik adni. Ez biztos. Mit tapasztaltál, Luca, azzal kapcsolatban, hogy a bent lévők, mondjuk első büntényesek esetében mennyiben lenne hatékony, hogyha nem éppen a cellában volnának, hanem más, akár közérdekű munkával, akár rá fog kérdezni még, hogy már ilyen más módon. Tehát, hogy ez mennyiben csökkenteni így meglátásod szerint a társadalom biztonságérzetét, ha azoknak az embereknek egy része, akit mondjuk első büntényesként a hozzátartozott mellett láttam, hogy beszámolóból értesültél róla, akkor az nem benn volna, hanem éppen kin. Hogy mennyiben lenne hatékony, vagy mennyiben... Igen, mennyiben, szóval, hogy az nagy problémát okozna-e, hogy mondjuk első büntényesek közül nem feltétlenül most éppen fegyházban vagy börtönben ülnének. Igen, értem, abszolút. Tehát nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy egyáltalán nem lenne ezzel probléma. Tehát, hogy miért is ne lenne az, hogy ha valaki olyan bűntényért kell, hogy üljön, ami nem veszélyes egyébként a társadalomra, akkor miért is ne lehetne mondjuk egy ilyen alternatív büntetési módszerhez folyamodni, vagy igen, tehát így letölteni a büntetésüket. Nem látom azt, hogy ezt miért ne lehetne. Ugyan pszichológusok azt hiszem nem vagyunk, tehát én biztos, hogy nem. Nem. De hogy régóta foglalkozol a kérdéssel, hát te meg belecsöppentél, hogy a visszatartó erővel kapcsolatos ugye az ezzel folyó vitáknak a nagy része. És amit most itt mondszolgattál, hogy ha valami nem veszélyes a társadalomra, hogy a büntetés, meg ugye a visszatartó erő maga, hogy a szégyen az mennyivel fontosabb büntető tényező, mint adott esetben a fizikai fogvatartás. Tehát amikor valaki gazdasági bűncselekményt követel, és önmagában kimondják azt róla, hogy ő bűnös, szankcióban részesül, hogy pusztán ezzel már a büntetésnek a jelentős része megvalósult. Én azt gondolom, hogy igen, egyértelműen. Tehát szerintem a szégyen ez egy annyira tehát, hogyha ezt valakiről kimondják, hogy bűnösnek ítéli a bíróság, akkor azáltal, én azt gondolom, hogy az önmagában
Hát ha nincsen elinflálva teljesen, mondjuk rólam sajtóperben már mondták ki, hogy Hont András bűnös, és nem éreztem magamat ettől földhöz verve. Tehát mondom, ha nincsen elinflálva, mert ugye, ami a börtön zsúfoltsághoz is vezet, hogy nyakra főre osztogatjuk az ítéleteket. Na, de amit... maga a szégyen óriási büntetés. De amit feszegettél, hogy a szégyen, az egyébként a helyreállító igazságszolgáltatásban egy elem, hogy a közösségnek okozott, illetve konkrétan a sértetnek, vagy az áldozatnak okozott hátrányt, azt olyan módon jóvá tenni, hogy azt a közösség is látja. Tehát van egy ilyen közös helytelenítés, és van egy közösen végignézett jóvátétel. Szóval, hogy ez nagyon hatékonyan tud működni a kutatások szerint. Szerintem, ami még itt utána pluszba kísérti az embert, amikor kikerül azon túl, hogy hogy illeszkedik vissza oda, onnan eljött, és onnan tudják róla, hogy mondjuk ő most börtönbe ült, ami egy plusz nehézségi faktor, de hogy ott lesz ugye az erkölcsi bizonyítványában, hogy ő már pedig elítélt bűnöző. Na, innentől kezdve, hogy hogyan találsz munkát, amikor mondjuk még akkor se vesznek fel feltétlenül, hogyha egy hátrányos helyzetből jössz, de nem tudsz bejárni, mert nem tudod vállalni az utazást, és még mellette pluszba ott lesz az erkölcsid, vagy priuszos vagy, tehát hogy ezzel a feltétellel elindulni újra, hogy te ne kövessél újra a bűncselekményt, hát én nem tudom, szerintem elég nehéznek tűnik. Illetve én még visszacsatolva Lilihez azt akartam mondani, hogy éppen ezért lenne fontos az borzasztóan, hogy legyen erről egy beszélgetés minél több ember között, és minél szélesebb körökben, mert így lehetne a szégyen faktort egy kicsit csökkenteni. Hiszen ez annyira benne van mindenkiben, aki mondjuk elítélt volt valaha, vagy akár hozzátartozó, hogy ezzel szerintem iszonyatosan sokat kellene foglalkozni, hiszen, hogyha racionálisan nézzük, hogyha kisebb a szégyen, amit éreznek a volt fogvatartottak, akkor az például csökkenti annak a veszélyét, hogy esetleg később visszakerülnek a büntetés végrehajtó intézményekbe. És a járulékos része ennek micsoda? Egészen konkrétan arra kérdezek, hogy tök jó, hogy itt vagy, és határozottan beszélsz erről, de hogy te magadat mondjuk nem érezted stigmatizálva, amikor egy hozzátartozódat elítélték? Vagy a rokonság családnál? Hát bennem ez egy hosszú folyamat volt, hogy ezt így rendbe tegyem magammal, és amikor ez történt, az én hozzátartozom fél évet volt bent, ami viszonylag egy rövid idő, de mondjuk arra elég nyilván, hogy ezt így nagyon mélyen megélje az ember, és rengeteget foglalkoztunk ezzel, rengeteget beszéltünk erről, és borzasztó nehéz volt nem erre gondolni, és amikor az ember hirtelen azon kapta magát, hogy most éppen jól érzi, tehát én amikor azon kaptam magam, hogy jól érzem magam, és teljesen másra gondolok, akkor rögtön bekapcsolom a lelki ismeretfordulás, hogy ajaj, na most akkor ez alatt az idő alatt vajon mi történt vele? Ez egy ilyen iszonyatosan nem tudom, mardosó élmény, és amikor azt vettem észre, hogy felülkerekedik rajtam már ez az egész érzés, tehát uralja mondjuk a családi beszélgetéseket, és nem ad teret másnak, akkor úgy döntöttem, hogy szakember segítségét fogom kérni, és nagyon-nagyon jól tettem, mert rengeteget segített. És segített abban, hogy erről mondjuk ma tudjak beszélni. Féltettétek közben? Nagyon. Nagyon féltettük. És szerintem annak, hogy nagyon féltettük, annak az az egyik oka, hogy nem lehet információhoz jutni. Tehát, ami már itt is elhangzott, ami van információ hivatalos, az a gyakorlatban nem úgy valósul meg. És ami információt lehet kérni, mondjuk tőle, az pedig korlátolva van. Tehát telefonon keresztül nem lehet annyi mindent elmondani. A levél az sokkal később érkezik meg. Az én hozzátartozom bent töltött időszaka ráadásul a COVID idejére esett, ami még megnövelte és megnehezítette ezt a kapcsolattartást. Tehát jóval kevesebb hiteles és valós információhoz jutottunk. Pluszban neki volt egy, illetve van még mindig egy elég komoly betegsége, ami felől szerettünk volna megnyugodni, hogy ezt ott helyén kezelik, és emiatt is állandóan aggódtunk, hogy nem lesz ebben nagyobb. Anyagilag mennyire terhelte meg a családot? Nagyon megterhelő volt anyagilag. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezt tudtuk biztosítani, de mondjuk az, hogy a telefonálásra mindig gond nélkül legyen pénze. Ez az, hogy a percét, boltban... nagyon borsos perzi van kiszámolva. Igen, arra, nem tudom pontosan most mennyire csökkentették. Hát akkor, amikor ti voltatok, akkor 75 forint volt egy perc,
most 69, de én úgy tudom, hogy nem hivatalos, és később fog kijönni, de hogy visszavitték 75-re, nehogy véletlenül a szolgáltató rosszul járjon ebben az inflációs környezetben. Harcolunk ezzel egyébként, mert... De nem csak azt direkt nem Lucától kérdezem, mert hogy senkit ne sodorják veszélybe, de hogy ugye ennek vannak illegális módjai, mármint a kapcsolattartásnak és kifejezetten a telefonálásnak, és ezt a fogvatartottak igen jelentős része gyakorolja, vagy eljut hozzájuk. Az, hogy mondjuk például a telefon jut be a börtönbe és a többibe, ez horribilis költségeket jelent, de ugye ez azt jelenti, hogy van egy, mert Magyarországon élünk, van egy fogvatartott, nem fogvatartott, tehát van fogvatartott és hozzátartozó kapcsolatnak egy olajozott módon zajló szürke zónában lévő, viszont meglehetősen költséges változata, ami ugyebár nem jelenik meg a kimutatásokban és a többiben, hogy az egyiket ez mekkora terhet jelent adott esetben a társadalom egészének. Te most arra gondolsz, hogy vannak bent telefonok a tiltott tárgyakra? Persze. Például. Igen. Na, ez is egy adatigényléses példa, még 2000, amikor indultak a lezárások, akkor kértünk adatot arra, hogy hány tiltott tárgyat találtak az előző év hasonló időszakában és most. Mert ugye ezt azért kértük, mert lezárták az egész büntetés végrehajtást, amúgy nagyjából 2 évig folyamatosan le volt zárva. Nem lehetett egyáltalán látogatni. Van, aki a gyerekét 1 és 3 éves kora között egyáltalán nem látta, csak Skype-on, ami sok sikert hozzá egy 1 és 3 éves közötti gyerekkel. Szóval, hogy ez és a látogatása kapcsolatban egyébként korábban már olyan 2017 óta nagyon sok, egyre több szigorítást vezettek be. Az általános szabály az, hogy egy plexi fallal elválasztott helyiségben nem érintkezhetnek a hozzátartozók, amikor megérkeznek, ami egyébként semmilyen ajánlásnak és standardnak nem felel meg, hogy ezt mindenkire kiterjedően alkalmazzák, arra is, akinek soha semmilyen fegyelmi védsége nem volt az intézeten belül, tehát ők ezt nem mérlegelik, hanem mindenkinek ez az általános. Na, és ezt azzal indokolja a büntetés végrehajtás, hogy rengeteg a tiltott tárgy a rendszerben, és ezt nyilvánvalóan a hozzátartozók jutatják be. Az adatigénylésben kiderült, hogy az előző év azonos időszakához képest a COVID lezárás idején 60%-nyi tiltott tárgy ugyanúgy volt, ami egy ki nem mondott, de mindenki által, aki ezzel a témával foglalkozik, tudott dolog, hogy ez az informális gazdaság, nevezzük így, ez a felügyelet közreműködésével azért nagyban működik. Nem, nagyon nehéz munka ez, és nem keresnek túl sokat egyébként. Igen, akkor ez tök jó, hogy ennek egyébként van egy ilyen megfogható, nagyon konkrét és nagyon szigorú összehasonlítási lehetősége. Persze, ezt nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy itt nem a családtagok viszik be párna cihában a telefonokat az elítélteknek, hanem meg az infrastruktúrája. Viszont azt mondtad, hogy mindenki egyaránt vonatkozik mondjuk a kapcsolattartásnak ez a módja. Valóban? Tehát valóban arról van szó, hogy elítélt és elítélt az a magyar jogrendben egyenrangú. Ugye van úgynevezett parkettás börtön Magyarországon, ez a kecskeméti büntetés végrehajtási intézetnek. A népi nyelv hívja parkettás börtönnek. Igen, de hogy az nem roppant érdekes, hogyha már erről beszélünk, hogy Isten se tudja megmondani, hogy milyen szelekciós szempont szerint, de a kiemelt, hogy is mondjam csak, komoly figyelmet kapó ügyek egy jelentős részében az elítélt elkövető az ott fog kikötni, és jelentősen más körülmények közé kerül, mint az, aki a gyereke utáni igazolatlan órákat kénytelen leülni. Igen, van egy nagy fokú egyenlőtlenség faktor az egész rendszerben, tehát azt el lehet mondani, hogy eleve a bekerülés kapcsán van egy nagy szorzó, bekerülési valószínűségnek van egy nagy szorzója, hogy megyünk egyre lejjebb a társadalmi rétegek között. Másrészt viszont, hát Kecskeméttel egyébként az van, hogy szerintem a valóságban
az annyira nem luxus hely, mint ahogy azt a médiában szeretik lefesteni, és kicsit borzongani rajta. És ami még van Kecskeméten, az egyébként az egyetlen anyagyerek részleg Magyarországon, ahol a gyermek egy éves koráig lehet ott az anyukájával. És ez egy nagyon fontos eredmény, hogy az lett, nem tudom, már idestova 20 évvel ezelőtt. Igen. Nekem lenne egy kérdésem, kicsit ilyen ördögügyvédje típusú, hogy úgyis előjönne, meg mindig előjön a kommentek között, hogy mert tudjuk, kivel vannak tele a börtönök, ugye, amit te említettél, hogy minél alacsonyabb társadalmi rétegből kerül ki az ember, annál nagyobb a valószínűsége, ha jól értettem, hogy a végül börtönbe kerül ki a büntetés során, hogy akkor én rákérdezek, mert úgyis rákérdeznének, hogy akkor cigányokkal van tele a börtön? Hát minket nem engednek be a börtönbe, úgyhogy nem tudom neked azt elmondani, hogy cigányokkal van-e tele a börtön, de azt valószínűnek tartom, hogy a lakosság számhoz viszonyított arányukhoz képest jelen magasabb arányban vannak börtönben, aminek nyilván rengeteg oka van. Lehet az, hogy mondjuk egy szabálysértésért, amiket mondtunk, ki az, akit valóban megbüntetnek, és ki az, akit nem. Hogyha te Budapest belvárosában átmész a piroson gyalog, akkor elég valószínűtlen, hogy téged bárki meg fog bírságolni. Viszont mondjuk a COVID lezárások idején ezeken a ritkásan lakott helyeken rengeteg bírságot szabtak ki a COVID-os korlátozások megsértésért. Egyébként ez is nagyon megnyomta a ceruzát. Mármint nagyon megnyomta a fogvatartotti létszámot. Volt olyan, most például a 2021. december 31-i adat szerint voltak majdnem 1200-an. Nem csak szabálysértésesért, hanem büntetőjogiért is, de hogy a legeslegenyhébb. Ez nagyon sok ember. Van, aki annyi bírságot gyűjtött össze 2021 során, hogy összeadódva több mint egy évnyi szabadságvesztés jött ki belőle. Ez szép. Jó, meg ugye itt nem csak arról van szó, hogy nem bírságolnak meg, ha Budapesten átmegyek a piros lámpán, ez ugye mondjuk a COVID-dal kapcsolatban került elő, hanem az, hogy ugye akinek van hozzáférése a társadalom középosztálybeli része, az eleve tud olyan preventív intézkedéseket tenni, hogy ne bírságolják meg. Például van egy papír a zsebében, hogy már pedig a munkáltatója hozzájárult ahhoz, hogy ő a kijárási tilalom utáni időszakban is az utcán lehessen. Nyilvánvalóan telep kettőn munkáltató sincsen, nem hogy munkáltatói igazolást lehessen beszerezni. Beszéljünk egy kicsikét a transzparenciáról, a büntetés végrehajtás és a nyilvánosság viszonyáról. Olyan van. Van egy saját nyilvánossága a büntetés végrehajtásnak, mert van egy kommunikációs osztály, én rendszeresen nézem a híreket, igyekeznek kedves tartalmakkal föltölteni, van, amikor meg nem. Az egyébként pont a COVID kezdetekor volt, és az irodában azt hiszem, hogy én akadtam ki a legjobban rajta, úgyhogy írtunk is a BV-nek is, és az ombudsmannak, amikor a toborzó kampányt azt egy hannibálos figurával gondolták jónak kiplakátolni. Mert Hannibal a legszor. Igen. És ezek a plakátok a mai napig egyébként elérhetőek, ami sok mindent fölvett azok közül, az ilyen alapértékek közül, amikről már beszéltünk, de azt is, hogy egyébként nincsenek Hannibal Lecterek, most ilyen magyarosan mondtam, de hogyha valaki ilyen állarcos, emberevő gyilkosra szeretne vigyázni, akkor az csalódni fog, mert nem ezekkel van tele a börtönrendszer. Szóval ez egy nyilvánosság. A másik az az, hogy adatigénylés, és tök jó, hogy ti is kértetek, meg mi is kértünk, meg mindenki tud kérni, az amúgy nagyon fontos, de magától a büntetés végrehajtás 2020 óta nem teszi közzé a legalapvetőbb fogvatartással kapcsolatos adatait. Addig működött ez a börtön statisztikai szemle nevű kiadvány. Én azt is nézegetem, rendszeresen frissítem, hogy esetleg nem lett-e azóta új, de nem lett, úgyhogy bármire kíváncsiak vagyunk, akkor 15 plusz 15 nap alatt kapunk rá választ. Most már, mert ugye a COVID alatt még rosszabb volt a helyzet, akkor ugye 90 nap.
Igen. Meg illetve szerintem az is egy nehézség ebben, hogy intézményenként eltérhet, nem? Egy csomó szabályozás. Tehát, hogy van mondjuk valami, ami transzparensen megjelenik a honlapon, de ez mondjuk így volt akár a COVID intézkedésekkel kapcsán is, és akkor utána börtön és börtön teljesen saját maga meghatározhatja, hogy a gyakorlatban mondjuk hogyan néz ki egy-egy intézkedés. Uh-huh. Igen. Én mondjuk itt például arra gondolok, hogy van egy nagyon szép, hangzatos és hosszú-hosszú lista arról, hogy miket lehet bevinni a börtönbe fogva tartottaknak. Mi nagyon felkészülten mindent beszereztünk, 2 nagy bőröndel indult el a hozzátartozom, és hát kevesebb, mint a felét vihette magával az árkába, mert hiába meg van határozva, hogy nem tudom, hány könyvet lehet bevinni, vagy tankönyvet, füzetet, akkor ott a zárkába, tehát az intézményen belül megmondják, hogy ugyanakkor a zárkába csak 2 vihetsz be, és akkor a többit letétbe kell helyezni. És ugyanez minden egyes tárgyra meg van szabva. Jó, és akkor a nyilvánosságnak ugyebár nem csak az a része, hogy az ember kíváncsi, hogy mi történik a börtönökben, hanem az egy mellékkörülmény, hogy éppen börtönben van az, akivel neki találkoznia kéne, akár egy jogi eljárás miatt, akár mondjuk újságíróként akarsz valakivel beszélni, aki mellékes, hogy éppen ő börtönben van, és egyébként közérdek is fűződik hozzá egy megter, ezek hihetetlen procedúrák, és nem is biztos, hogy át lehet őket, vagy végig lehet őket vinni, nagyon sok esetben eleve kudarcra vannak ítélve. Hát igen, és egyébként olyanra is volt példa, hogy velünk kapcsolatban lévő fogvatartott és a hozzátartozója elővették a fogvatartottat, hogy ne akarjon nyilatkozni, és mondja vissza ezt a kérését. Tehát, hogy elég elképesztő módszerek vannak arra, hogy ne nyilatkozzanak emberek. Az emberi méltósággal kezdtünk, és az, hogy a bűnelkövetőnek is van méltósága. Szerintem ez a társadalom gyakorlati szempontjából azért fontos, mert ha valaki befejezte a büntetését, és kijön, és úgy érzi, hogy neki is méltósága van, a társadalomnak nem fogyatékkal, mármint jogokat illetően nem fogyatékkal élő tagja, az könnyebben fog munkaerőként is, bárhogy más is egyenrangú félként részt venni a későbbiekben. Viszont ugye a helyzetéből, a hierarchiájából adódóan eleve van egy ilyen alárendeltségi viszony a büntetésvégrehajtási intézetekben, ez egyfelől így természetes. De hogy mi a tapasztalat, nekem ugye nagyon régiek vannak, még megboldogult kamaszkoromban, amikor folyamatosan fogdákon kötöttünk ki, hogy a viszonylag illedelmesen eljáró rendőr, aki közül, na jó, akkor éjszakát itt fogják tölteni, és akkor találkozik az ember hirtelenjében a fogda őrrel, aki már majd adott esetben BV-hez tartozik, hogy itt, hát hogy is mondjam, csak a felnőtt emberi közötti kommunikáció szabályai hirtelen hamar el tudnak tűnni. Ez így van, sűrű bólogatásokat van, ezt megint nem látszik. De hogy ez például a hozzátartozódnak ez egy élménye volt, hogy ő idáig felnőtt ember, oké, csinált valamit, utána is kép felnőtt, de közben lévő szakon egyáltalán nem az. Ez abszolút, és ez olyan szinten így volt, hogy amikor mi őt elkísértük, amikor be kellett vonulnia, mi elkísértük őt a börtönig. A börtön kapujából, vagy ajtajából kijött egy BV-s tiszt, és nagyon illedelmesen, kedvesen köszöntött mindannyiunkat, a hozzátartozómat is, és segített neki a 2 bőröngyét felvinni a lépcsőn, és bevinni, ami miatt már alapból szorongtunk, hogy ezt ő hogy fogja megcsinálni. És amint becsukta maga után a kaput, minden megváltozott. Tehát onnantól kezdve nem úgy beszéltek vele, mint ahogy az előtt. Onnantól kezdve ő abszolút egy rabnak, egy fogvatartottnak volt kezelve. Aki gyerek, ugye csak, hogy egyébként érthető legyen meg, hogy milyen, kik tudnak ilyen szituációba kerülni, mert előbb utaltam, mert az emberek döntő többsége nem járta meg a fogdát, hogy például hogy lehet oda kerülni sorozáson való meg nem jelenés miatt annak idején, ugye ez még volt, amíg volt. De például nagyon könnyen egy fiatal ember ott tudott kikötni, aki ugye nem bűnöző. Még csak az sincsen, hogy mondjuk hajnalban egy szál atléta trikóban fagyit kért egy tűzcsaptól, hanem simán is egyszerűen volt valami mulasztás, és akkor be fogsz kerülni effektív bűnelkövető
közé, úgyhogy lesz fél napot, parancsolj, Eszter. Igen, itt kalimpálok, csak ezt ugye nem látják szerencsére hallgatók, hogy ha valaki ilyen csökkentett üzemmódba ki akarja próbálni, hogy milyen lehet a börtönben, az elég, ha bekerül egy kórházba. Mert hogyha érzékelte, gondolom voltatok már, tehát hogy ugye az a mechanizmusa van, hogy onnantól ők mondják meg, hogy te mit csinálsz, mikor kelsz, mikor fekszel, most milyen vizsgálatra mész, mit szedsz be, mit nem, mit tehetsz, mit nem. Tehát onnantól a szabadságod egy része ugyanúgy el van véve. Tehát nyilván nem ugyanaz, mint egy börtönbe, de hogy onnan se jöhetsz ki csak úgy, nem mehetsz oda, ahol akarsz, tehát hogy egy ilyen fokozott korlátozott helyzet. Tehát hogy aki valaki kíváncsi arra, hogy ki tudná jönni. Igen, igen. Tehát, de hogy az alapszituáció az nagyjából ugyanaz, hogy ott ugye papírjaid le vannak rakva, nem vagy beteg vagy a kettes szobából, amit tudom én mit, tehát hogy egy egész más szitó, és ott szokott még ez előfordulni, hogy az orvosok nem feltétlenül úgy kezelnek téged, mint egy felnőttet, mert nem mondják el, hogy mi van veled, meg hogy milyen eljárás, vagy hogy mi hogyan, nem tudom, függ össze, meg nem magyarázzák a dolgokat, hanem hát jó van, Kovács néni, nézé, feküdjön, aztán ennyi. Tehát, hogy ugyanazok a szerintem ugyanazok a módszerek, meg ugyanazok a dolgok lépnek életbe, vagy hát gondolom, hogy hasonló lehet, mint a börtönben. Eszter, ugye, Eszter ugye már a átlátszó vidéki hálózatáért felelős újságíró, ezt most azért tartom szükségesnek itt közölni ennél a példánál, mert amit te az egészségügyről elmondtál, az igaz a börtön viszonyokra, hogy hihetetlen területi kiegyenlítődések, vagy kiegyenlítetlenségek vannak. Valahol ez napi élmény, vidéken Magyarországon, én voltam közületek a legközelebbi időpontban kórházban, egy baleset miatt, tehát én tényleg effektíven nem tudtam felkelni, Budapesten traumatológián nyoma sincsennek. Tehát, hogy ott meg. És ez ugyanez valószínűleg leképződik. Tehát, na, de nem mindegy, hogy kikerül be, tehát azért azt mennyiben is értetek egyet, és akkor aztán a beszélgetésünk rezüméje is lehet, ha egyet értünk, ha nem, akkor meg az, hogy egyébként, ami belül van, az sok szempontból a leképződése annak, ami kívül van. Tehát, hogy a rácsokon belül azért ugyanazt a Magyarországot, ugyanazokat az egyenlőtlenségeket, ugyanazt, amit fogjuk megtalálni, mint amit az egész társadalomban látunk. Ezzel nagyjából összefoglaltad azt, hogy én miért kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, mi az, ami miatt az egyetemen ez kezdett el érdekelni. A láthatatlanság, a társadalom legperemén levés, az, hogy mennyire stigmatizált téma, totális intézmény, és az, hogy az egyik tanárom foglalta így össze, hogy ahogyan a fogvatartottjával bánik a társadalom, úgy abban tükröződik az, hogy milyen a szolidaritás, és látszik az, hogy milyen társadalmi problémák vannak. Az egy piciben összefoglalja ezt, én engem ezért kezdett el ez a dolog érdekelni. És a kórházhoz, meg a korábbi kérdésethez kapcsolódóan még azt, hogy attól, hogy tehát ezek a kommentek, hogy miért érdekeljen, hogyha egyszer az iskola meg a kórház is rémes állapotban van, azért, mert érdekeljen ez is, és hogy beszélgessünk egymással. Attól, hogy ezzel foglalkozunk, az nem jelenti azt, hogy nem foglalkozunk az iskolával és a kórházzal, azzal is foglalkozzunk. Meg az sem igaz, hogy nem érdekli az embereket, mert a kicsi gyerekeket is foglalkoztatja az, hogy is megy ez a börtönökben, meg mi is van azzal, aki rabló vagy rendőr. Igen. Igen. Egyébként én erre szerettem volna reagálni, Eszter, amit te mondtál, hogy azért az egy nagy különbség szerintem a börtönökben, hogy ott mondjuk olyan piszlicsári ügyek miatt is szólnak és fegyelmeznek, ami egyáltalán nem a, nem tudom, a papírokról szól, vagy az egészségről. Tehát mondjuk az, hogy valaki vegye föl és vegye le a bakancsát naponta 14-szer, akkor is, hogyha nem akarja, és hogy élére hajtva ágyazza be az ágyneműjét, azért azt szerintem ott egy nagyon nagy különbség, és ott szerintem a megalázás az iszonyatosan még benne van, ami teljesen fölösleges, és ami nélkül a büntetés ugyanúgy egy büntetés lenne. Az egyik kollégám ügyfele kapott fegyelmit azért, mert elhaladtak, férfiak és nők is voltak egy intézetben, és elhaladtak egymás mellett, és azt mondták egymásnak, hogy szia. Ez azért fontos, mert hogyha fegyelmie van valakinek, akkor nagy valószínűséggel nem fogják feltételes szabadságra bocsátani, amivel ugye lehetne magát a börtönpopulációt is csökkenteni. Ezt még azért ehhez hozzá. És miért kapott azért fegyelmit, hogy szia? Mert a férfiak és a nők között tiltott a kommunikáció BV-ben. Azért.
Ez volt az Átlátszó Podcast adásának a beszélgetős része. Még lesz mindjárt egy beszélgetésünk a podcast adásunk folytatásaként a börtönviszonyokról Kerényi Györgyel, aki a Börtön Rádiót üzemeltette 2015-ig. Nagyon szépen köszönöm Kramer Linnek és Illés Lucának, hogy itt volt velünk, a Magyar Helsinki Bizottságtól, illetve a Fecskétől, ami a fogvatartottakat és családjukat képviselő csoport. Köszönjük. És Katus Eszter és Szabó Krisztián volt még itt velünk. Na, hát akkor, ahogy ígértem, itt van velünk Kerényi György, újságíró legenda. A Szabad Európa... Nem, a Szabad Európa munkatársa. Szerbusz, Gyuri. Szerbusz. Te Börtön Rádiót készítettél két alkalommal is, pontosan mikortól, meddig? Most utána néztem egy kicsit, hiszen tegnap fölhívtál. De hát 2014 őszén kezdtünk el bejárni önkéntes munkában heti kétszer, és a 2016 karácsonyt azt a levelezésemben láttam, még bent tartottuk, tehát amikor 2017 elején tettek ki minket. Ez a Nick Thorpe, az ezer éve itt állomásozó BBC-s újságíró ötlete volt, hogy jó lenne csinálni magyarországi börtönökben is börtönrádiót. Angliában több mint 100 fegyintézetben vannak ilyen rabok által működtetett rádiók, mint ilyen reintegrációs lehetőség, egyébként marha jó műsoraik vannak. És akkor egy-két újságírót, meg egy-két pszichológust rábeszélt. Ő nem járt be végül, de mi 4-5-en elkezdtük, és másfél évig jártam Vácra, a Váci börtönbe férfiakhoz, ott elindítottuk a Rács FM-et, vagyis hát igen, mentoráltuk őket a folyamatos műsorké heti kétszeri bentlétünknél, és aztán átjöttem a gyorskocsiban a nőkhöz, ott meg elindult a Hess FM. De aztán 2017 elején ugye jött a új BV parancsnok, Rogán kerületében volt ugye Tóth rendőrkapitány, és kirakott a lényegében a egyháziak kivételével mindenben dolgozó civil szervezetet kiraktak a börtönökből. Nem erről akartam volna alapvetően beszélni, de azért mégiscsak megkérdezem. Ne. Arról nem akartam beszélni, amit most fogok kérdezni, csak amit végigmondtad. Ezt ilyen roppant szeretetteljesen tetted, mármint a tevékenységhez fűződő érzelmeid voltak ilyenek, hogy űrt hagyod benned? Hogyan ennek vége lett? Igen, nagyon szerettük csinálni, nagyon inspiratív volt, érdekes volt. Hát szakmailag is tök kíván. Hát gondolj bele, hogy úgy kell rádiót csinálnod, hogy se telefonod, se interneted, vagy általában médiát. Tehát mi hordtuk be neki kiprintelve, amikor mit tudom én, a reggeli szórakoztató műsorban a gladiátorokról akartak beszélgetni, akkor vittük be kiprintelve az anyagokat. Hogy nincs telefon, vendégeket vittünk be, akik egyébként itt Alföldi Róbertől kezdve sokan mindenféle emberek bejöttek, és akkor ott adtak interjú, de hát leginkább egymással beszélgettek. Igen, nagyon kedveltem ezt a melót, és hát nagyon sajnáltam, hogy vége lett. És amikor vége lett, mert ez viszont már érinti a szűkebb témánkat, akkor ennek csak és kizárólag az előbb általad megpendített ilyen csőlátás, nem tudom, bokacsattogtatása volt az oka, vagy valami mást is? Hát, ahogy minden Magyarországon, ugye itt nincsen semmilyen szakpolitika. Tehát mindent a politikának a hatalmi szempontja, ami szintén legitim szempont, de szerencsésebb országokban hagynak szakpolitikákat is kibontakozni, ez bárhol az oktatástól kezdve bármit megnézünk, bátran kimondhatjuk. És hát ugye a büntetés, a kriminalisztika, hát az is egy szakpolitika, aminek vannak olyan végletei, vagy egyik pólusán mondjuk a skandináv országoknak a büntetés végrehajtása szerepel, ahol szinte szociális munkások a börtönben dolgozók, és a másik oldalon meg, ahol a halálbüntetés is ott van. És szóval, hogy alapvetően itt kétfajta ősi emberek közti együttélési szabály működik a börtönök kapcsolatban. Az egyik a bibliai szemet szemért, fogad fogért, magyarán azt, hogy bűn büntetlenül nem maradhat, ami egyébként szerintem is így van, az szétzilál egy közösséget, hogyha bűnök megtorlatlanul maradnak. Azt gondolom, hogy a magyar társadalom mentális állapotán ez most eléggé látszik is, de ez egy zárójeles mondat volt, hogy szemmel látható bűnök megtorlatlanul maradnak.
Ez az egyik, de ezt évezredek alatt, ezt a szemet szemért elvet, ezt átruháztuk először a bölcsekre, aztán a nyugati fejlődésben külön erre való intézményrendszerre, igazságszolgáltatásra, stb. A másik viszont egyre, és akkor ennek a büntetésnek a része, hogy az embereket, akik bűnt követnek el, elvárjuk hosszabb, rövidebb időre, egy ideig ki is végeztük őket. A másik viszont azt gondolja, hogy ennek az elvnek is érvényesülnie kell, de ennél sokkal fontosabb az, hogy akik kijöttek, azok már ne kövessenek el több bűnt, vagyis a reintegrációs szemlélet. Tehát az egyik a punishment, a másik a reintegrációs. Hát Magyarországon mindig is a punishment, a büntetési szemlélet volt erős, de természetesen ezek a modernebb gondolatok, amelyek egyébként komoly társadalmi haszonnal járnak, azok is meggyökereztek, többé-kevésbé. Na de most ugye a Fidesz politikájában, hát ő kommunikációs okokból rengeteg szerelő húzza, hát már a halálbüntetést is emlékszel, megpedzegették, hogy ho-ho, az is milyen. Szóval, hogy az egyszerű néplélek az a szemet szemért fogad fogértra hajlik, az ilyen árnyaltabb dolgokat azért kevésbé tekinti át, és ennek megfelelően, az ennek való megfelelés hozta azt, hogy minket ki, nem csak minket, a Feldmáriktól kezdve mindenkit kitettek a börtönökből, magyarán, hogy nehogy már jó legyen a raboknak. Miközben míg Norvégiában mondjuk 16%-os a visszaesés a bűnelkövetők körében, ami egy hihetetlen alacsony szám, nálunk hát erre nehéz a becséseket, de legalább 50-60 vagy magasabb százalék, hogy aki egyszer bűnt követett el, az még egyszer se elfog. Most a társadalomnak magának kéne fölmérnie, hogy ez mi a fontosabb neki. Az, hogy a rabok úgy legyenek tartva, hogy segítik őket visszavezetni a társadalomba, hiszen a legtöbbjük egyébként úgyis kriminalizációra hajlamosító társadalmi környezetbe vegy vissza, ami nem tud egy reintegrációs tiszt vagy egy BV változtatni, de legalább adjunk nekik olyan skilleket, hiszen hát óhatatlanul a fele eleve szociopata, és akkor még inkább szociopata lesz, mire kijön a börtönből, hát a szép lélekkel nehéz elviselni, hogy be vagy zárva mondjuk fegyházfokozatba, vagy akkor napi egy órát tud lemenni, annyi kötelező, hogy annyit mászkálhass az udvaron, de egyébként 23 órát ott élsz azon a 6 négyzetméteren. Szóval ezt 3-4 év alatt mindenki belebolondul szerintem ebbe. Szóval a társadalomnak szerintem az lenne az érdeke, hogy sok ilyen dolog működjön a sitten, de politikai haszna inkább annak van, hogy szigorítsuk a büntetési tételeket, és hogy nehogy már jól érezzék magukat, miközben bűnt követtek el. Nyilvánvalóan ugyanezt pedzegettük az előző beszélgetésben, és Kramer Lilivel, a Helsinki munkatársával pont ide jutottunk szerintem. Azért az nem egy olyan bonyolult üzenet, ami nem vihető át a társadalomba, amit ő is említett, és te is, expressis verbis megfogalmaztál, hogy ez egy szakma. És a társadalomnak meg az lenne az érdeke, hogy minden szakma a saját szakmai szabályai szerint tudja végezni a saját tevékenységét. Igen. Jó, oké, csak ezt mondom, hogy szerintem ez azért kommunikációsan nem tartozik a leglehetetlenebb feladatok közé, és akkor mégis mindig bele ragadunk abba, hogy na jó, de hát akkor megérdemli, bűnt követett el, akkor most van nekünk annyi bajunk, hogy hát, pont ezzel foglalkozunk. Hát igen, de gondold el, András, hogy ennél jóval kisebb kockázatú témákban sem enged logikus szakpolitikákat érvényesülni a kormányzat, mondjuk egészségügy vagy kockázat. De gondold, pont a bűnelkövetésben, ahol egyértelműen meghúzható a populista kormányzatok által annyira kedvelt mi és ők, mi a törvénytisztelő magyarok, és ők a bűnözők, pont itt biztos, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy elkezdjenek majd ilyen értelmiségi okoskodásba. Tehát logikus a saját logikájuk. Szerintem ez csak a politikának mondod a törvényei, de szerintem itt van más is. A kereskedelmi televíziózás törvényei azok pontosan ezt a mi és ők vonalat erősítik, és a leginkább borzongtatóbb dolog az elítéltek, a bűnelkövető, az abból való tocsogás. Ebben nem értek egyet önnel, szerkesztő úr, ne haragudjon, hogy félbeszakítom. Én azt gondolom, hogy a kereskedelmi médiumok azok pontosan inkább egy ilyen medián fele húznak. Szerintem mi hajlamosak vagyunk lebecsülni a kereskedelmi médiumok norma adó funkcióját, ami szerintem nem megvetendő, hogy az,
az valahogy a társadalmi közepet próbálja becélozni. Nem mindig. Igazad van, hogy a vért meg az erőszakot szeretik a kertévék, de hát ha belegondolunk, akkor a komoly hírműsorok is a vért meg az erőszakot preferálják. Azokat teszik előre, és szerintem ezek a talk műsorok, meg ezek a borzalmas beszélkid, amik már nincsenek, azt hiszem, ilyen Mónika Sók meg ilyenek, azokban hiába ilyen extrém figurák is voltak, de végeredményben volt egy ilyen erkölcsi rezüméje ezeknek a műsoroknak, és az, hogy szeressük egymást, értsük meg egymást. Én jobb véleménnyel vagyok a kertévék erkölcs meghatározó norma kijelölő szerepéről, mint te. Ez, akkor regisztráljuk, igen, ez a különbség megmaradt kettőnk között. Én nem azt látom, hogy a magyar társadalom szigorpártiságában jelentős elmozdulás történt volna az elmúlt 13 évben, szerintem ilyen volt előtte is, és nagyon nehéz átvinni a mi ők szemléleten tisztességes polgár versus bűnelkövető, de mindegy is, a lényeg az, hogy van ez a helyzet, ami már korábban előállt. Az előző beszélgetésemnek a partnerei története az nagyjából akkor kezdődött, amikor a tied véget ért a büntetés végrehajtási intézetekben. 2015 az Európai Bíróságnak a kötelezése Magyarországnak, hogy oldja meg a börtönöknek a strukturális rendszerszintű problémáit, nevezetesen a túlzsúfoltságot. Ti ebből mennyit éreztetek, amikor börtönrádiót csináltatok, hogy ez mennyiben égető probléma, ma a túlzsúfoltság maga, az átszállítás véletlenszerűsége és hektikussága, a kiszámíthatatlansága, szóval ezből mennyi, ami neked lejött? Hát ezek külön, tehát az, hogy szállításban vannak, ahogy ők nevezik, az akkor is egy általános dolog volt. Akkor olyan 16-17 ezer körül volt a börtönpopuláció, ahogy egyébként pont az átlátott cikkében szerepel is ez az adat, hogy általában a 10-es években ennyi volt. Tehát sokan vannak folyamatosan szállításban. Részben egyébként azért is tették át őket, mert hogy valami mondjuk ki akarják venni egy környezetből, vagy kezelhetetlenek. Vannak a nagy büntényesek, vagy a nagy tételesek, azok, hát főleg a tényleges életfogytosok, mondjuk azokat, hogy ezeken a börtönbe tartják, azokat egy borzalmasan nehéz pszichológiai egyensúly révén lehet csak féken tartani, tehát rájuk mivel tudhatni. Tehát annál szarabb már nem lehet. Tehát nagyon sok olyan társas oka is van, hogy állításban vannak rabok, vagy máshova helyezik őket, meg hát ugye nem egy bűnt követnek el, hanem mindig sok, már benn van két éve, de még Nyíregyházzal lesz tárgyalása, akkor megint szállítják, szóval ide-oda mozgatják őket, akkor ez még nem volt jellemző, hogy a zsúfoltság miatti zsúfoltságot csökkentendő hurcolgassák őket. Ugye a Strasbourg ítéletnek akkor mi már bőven benne voltunk, akkor most kicsit utána néztem a jegyzeteimbe, hogy akkor olyan 2016 végén már körülbelül 600 esetben ítélt meg a bíróság, magyarországi fogvatartottaknak, Strasbourg bíróság, olyan körülbelül 3 millió forint körüli összegeket. És ez akkor, amikor mi benn voltunk, az egy nagyon általános volt a fogvatartottak között, hogy ez az újrakezdésnek egy ilyen potenciális indulótőkéjeként szerepel. Tehát ez egy reális életút terelő volt, vagy hogy akkor én is fogok perelni. Ez akkor nagyon ment a körükben. Volt is, aki perelt. Egyébként is szokás közöttük tulajdonképpen elvált is szerintem, hogy mindig mindenért perelnek, meg panaszt tesznek, meg minden. Egyébként teljes joggal, hát egy ennyire hatalomtól megfosztott és alávetett helyzetben nagyon kevés eszközzel tudnak élni. Ezt nem egy ilyen különösen nagy számként kezelik, hogy valamilyen feljelentést tesznek a börtönviszonyok között, és ez egy nagyon fontos motivum volt a strasbourgi kárpótlás akkor, amikor hát 2017, mondom, tehát szerintem teléig követtem őket. Mit tapasztaltál abból, hogy a börtönöknek a telítettsége az a különböző rezsimeket elmossa, vagy a határokat közöttük, tehát az, hogy el kell különíteni a mondjuk a fiatal bűnelkövetőket, azokat egy
még mindig, hogy ez az, igen, de hogy ezen belül is vannak különböző szabályok, idős bűnelkövetők, a különböző bűncselekménytípusok szerint. Azt mondta Kramer Lili itt a beszélgetés előző részében, hogy ezeket a börtönviszonyok miatt egyre nehezebb tartani. És hogy első bűncselekményesek kerülnek, nehezebb fajsúlyú bűnelkövetők közé, és így tovább. Tehát, hogy ezek a határok mosódnak el. Akkor én még ezt nem érzékeltem. Mi nem érzékeltük ezt a zsúfoltságot abban a két börtönben, ahova hetente többször mentünk. Sokan voltak, de nem, hát akkor még ez a, bár az ítélet alapján már akkor is zsúfoltak voltak. Hát inkább ez a három, azt nem tudom, hogy az alapvető három rezsim, ugye a fogház, a börtön és a fegyház fokozat alapján történi elkülönítés, az mennyire volt problémás. Akkor nekünk nem beszéltek még ilyenről. Tehát ott azért külön volt az egyik, és külön a másik. De hát általában azért ezt sokszor szerintem fölülírja az is, hogy a rakadás. A két alapvető nézetet, tehát a szemet szemért, fogad fogért, illetve a reintegrációt előtérbe helyezőt nézve, amikor csináltátok a rádiót, mennyiben volt olyan tapasztalatod, hogy a fogvatartottak egy jelentős részénél eleve a fogvatartás tényét sem kéne valóra váltani? Tehát meg lehetne a büntetésnek az elkerülhetetlenségét más módon is mutatni? Hát annyira nem... nem... soha nem kérdeztük, de azt mindig elmondták, hogy miért ül. Vagy hogy miért ül. Azért nehéz megítélni így kívülről, hiszen azért ezek a beszélgetések jelentős részben nem csak a velünk folytatott, általában a börtönben azok vetítések jelentős részben. Nagyon nehéz a valós bűnelkövetést. Azért nekünk, nálunk nem könnyű esetek voltak. Tehát Vácon ott csak olyat nem engedtek rádiózni, aki nő vagy gyerek ellen követett el bűncselekményt, de például emberölésesünk volt a rádiós csapatban. A Gyorskocsi utcában, Pesten, ott már az erőszakosokat is kizárták, a nők, tehát olyan se jöhetett. De ezt így nem tudnám megítélni, hogy meg lehetett volna oldani az ő büntetésüket valamilyen nem elzárásos funkcióval. És az biztos, hogy az gyakori volt a tapasztalatuk, hogy ha vannak kedvezményeik, illetve nincsenek megrovásaik, akkor a büntetésük végén, az utolsó hónapokban egyre több kimenőt kapunk, és aztán ilyen hosszabb idősöknél már az utolsó fél évben egyre többször otthon is aludhattak hétvégén. Tehát, hogy volt egy ilyen visszavezetés, ami érdemben azért nem csökkenti a zsúfoltságot, de mondjuk annak az embernek jobb. Szóval ezt én akkor nem tudtam megítélni azokon az embereken, akikkel kapcsolatba kerültem. Mennyiben volt ebben az időszakban intenzív a kapcsolatotok a személyzettel? Hát leginkább akkor már látod, így nevezték, hogy reintegrációs tiszt. Ez régen nevelő volt, ezt így hívták. Hát ők óhatatlanul azért jobban arra kondicionáltak, hogy ők azért látják, akikkel mi találkoztunk, hogy milyen fontos lenne, hogy olyan személyiség jegyeket akár kiépíteni, de másfajta skilleket is felépíteni, amik aztán lehetővé teszik a későbbiekbe számukra a bűnelkövetést. Remélem, ezen nem bántódik meg esetleg egy bédés hallgatónk. Társadalmi státuszokat tekintve nem volt nagyon nagy különbség, én úgy éreztem a büntetés végrehajtási dolgozók és a fogvatartottak között. Ez most nem azt jelenti, hogy a társadalomban való szerepüket. Nem mondom ezt, de mondjuk ahonnan jöttek, vagy amilyen munkalehetőségekkel bírhattak, nem volt a nagy különbség, az egy rohadt stresszes meló. Tehát az, oda vagy éjszakára be vagy zárva 100 nehézsúlyú csávóval, úgy, hogy ne történjen, ne legyen öngyilkosság, ne berjék, pépér, öljék meg egymást, és ott vagy egyedül, vagy ketten egy folyosón, ami a tiéd, iszonyú stresszes. Tehát azért az egy nagyon-nagyon kimerítő meló, nagyon nem irigyeltem őket, ráadásul az ujjakat mindig kóstolgatják a rabok, hogy nem így lehet elmenni, szóval oda nagyon komoly figyelés képességek is kellenek, hogy ilyen melót jól tudjon végezni az ember.
Hát, szóval azért horror történeteket meséltek a rabok sokszor a smafferek hozzáállásáról, de hát mondom, ők azért sokat vetítettek is, de hát hallani, hogy eldobják a kulcsot a folyosón, és amelyik zárkánál megáll, akkor oda bemennek és megverik, de hát a fene tudja, hogy ebből mennyi igaz, és ők ezek nehéz bűnözők voltak, akik fél életüket bűncselekmények elkövetésével és agresszióval töltötték, szóval hogy egyáltalán nem érintem a bévéseket. Én nem láttam már rajtuk azt a szemléletet, tudod, van ez a legendás, a Rákosi korban volt kiírva a börtönökben, hogy ne csak őriz, gyűlöld is. Ezt nem éreztem egyáltalán. Tehát én úgy éreztem, hogy azért ezek szakemberek, és igyekeznek szakemberek lenni. Aztán persze egy ilyen borzalmas, csak kemény pszichológiai helyzetben aztán hogyan tudják az indulataikat kezelni, az egy másik kérdés. A rendszer szintűn máshogy van kezelve az egész. És ugye a reintegráció van a középpontban, és mondjuk a börtönviszonyok olyanok, amelyek az emberi méltóságnak jobban megfelelnek. Az könnyebbé tenni a büntetésvégrehajtási intézetben dolgozóknak a helyzetét is? Igen. Ugyanakkor ez egy borzasztó szükségszerű nagyobb ilyen rajzát. Tehát úgy azért azt gondolom, hogy hirtelen ráereszteni erre a rendszerre egy ilyen megengedőbb szisztémát, abból nagyon sok konfliktus lenne. De hát valószínűleg ennek vannak tapasztalatai, hogy hogyan lehet ez fokozatosan emberibbé, humánusabbá, reintegratívabbá tenni. Az biztos, hogy az egyik legfontosabb lépés, hogy hagyni kell, hogy sok különböző civil tevékenykedhessen bent. A vallások, az egyházaknak például nagyon pozitív szerintem bent a szerepe. Én igazából mindig csak azt tapasztaltam, hogy aki megtért bent, az nem esik vissza. A többieknél mind ott volt az esély, mert azért sok volt rabunk, már szabadult is, vagy már akkor szabadult, vagy azóta is kapcsolatban vagyok, vagy voltam velük utána is. Szóval, hogy nem lehet könnyű rázúdítani egy ilyen reintegratív rezsimet a mostanira, de hogy csak ez az út, abban biztos vagyok. Hát akkor legyen ez a végszó. Kerényi Györgynek köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Ez volt az Átlátszó Podcast. Én Hont András voltam. A technikai ügyeket pedig ezúttal is Szabó Krisztián intézte.